Donald Trump győzött a republikánus előválasztáson New Hampshire államban. A volt elnök a szavazatok mintegy 55%-át, még párton belüli kihívója, Nikki Haley, korábbi dél-karolinai kormányzó 43%-ot ért el. Vagyis az államban élő választók jelentős többsége azt szeretné, hogy a novemberi elnökválasztáson ismét Donald Trump legyen a republikánus elnökjelölt. Mintegy 300 000, többségében republikánus regisztrált szavazó nyilvánított véleményt, ami az állam történetében rekordnak számít. Itt van velünk a stúdióban az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője, Koskovics Zoltán. Hát nekem a nagy részvételi adatok azt mutatják, és azt mondják, hogy a választók megértették, hogy nagy a tétje a választásnak, de pontosan mi ez a tét? Jó napot kívánok, üdvözlöm a tisztelt nézőket is. Valóban nem csak az Egyesült Államok számára, de az egész világ számára egy hihetetlenül fontos 2024-es választási év előtt állunk, ugyanis bizonyosan tapasztalhatták már önök is, hogy a világunk tulajdonképpen recseg, ropog. Amióta Joe Biden az Egyesült Államok elnöke, az elmúlt 3 évben több háború is kitört. Mindannyian pontosan tisztában vagyunk azzal, hogy mennyire pusztító az ukrajnai háború. Azt is tudjuk, hogy a gázai övezetben zajló háború is hihetetlen borzalmakat hozott magával, illetve az elmúlt heteknek a fejleménye az, hogy Joe Biden parancsára az amerikai Egyesült Államok elkezdte bombázni Jement. Tehát a tét valóban óriási. Az forog kockán, hogy visszatérhet-e a józan ész a kormányrúdhoz a nyugati világ legerősebb országában, és visszatérhet-e az az elnök, Donald Trump, akinek előző 4 éves időszakában a legújabb kori amerikai történelmen példátlan módon ő egyetlen egy új háborút sem indított. Kollégáim, készítettek egy összeállítást arról, hogyan zajlott az előválasztás New Hampshire-ben, illetve láthatjuk majd azt is, hogy hogyan nyilatkozott Donald Trump, illetve Nikki Haley az eredményhirdetés után. A téli hideg ellenére hosszú sorban várakoztak az amerikai Londonderry lakói a helyi középiskola előtt, hogy leadhassák szavazataikat az előválasztáson. A republikánus párt New Hampshire-i támogatói most dönthettek arról, hogy kit jelölnek a következő amerikai elnökválasztásra. Bár úgy tűnt, Donald Trumpnak nem kedvez, hogy a keleti parti államban több a liberális szavazó, az előválasztáson pedig nem csak a regisztrált republikánusok, de a függetlenek is szavazhatnak. Mégis elsöprő győzelmet aratott. Már 3 alkalommal nyertünk New Hampshire-ben, 3-szor, és minden alkalommal győzelmet arattunk. Megnyerjük az előválasztást, megnyerjük az elnökválasztást, már meg is nyertük. Ez egy nagyon különleges hely számomra, egy nagyon fontos hely. Fogalmazott Donald Trump a voksolás után, majd köszönetet mondott támogatóinak. Beszédében politikai tervei közül kiemelte az Egyesült Államok határőrizetének szigorítását, amiben szerinte a jelenlegi demokrata kormányzat teljes kudarcot vallott, valamint Joe Bident ismét hivatalára alkalmatlannak nevezte. A volt amerikai elnök a szavazatok több mint felét szerezte meg New Hampshire-ben, csak úgy, mint 1 héttel korábban Iowa-ban. A republikánus párti előválasztások történetében ilyen kettős győzelmet korábban csak hivatalban lévő elnök aratott, ellenzékből induló jelölt soha. Az M1 tudósítója is arról beszélt, hogy ha itt nem szorongatják meg Donald Trumpot, akkor később ez még kevésbé valószínű. Nikki Haley viszonylag magas támogatottsággal rendelkezett, és ezért mondták azt, hogy ha Donald Trump ebben az államban szintén megnyeri az előválasztást, akkor semmi nem állíthatja meg attól, és semmi nem foszthatja meg attól, hogy ő legyen a republikánus párt elnökjelöltje a november 5-i választáson, elnökválasztáson. Még Donald Trump fő kihívója, Nikki Haley is megérdemeltnek nevezte ellenfele győzelmét. Az Egyesült Államok korábbi ENSZ nagykövete és Dél-Karolina volt kormányzója 10%-kal kevesebb szavazatot szerzett riválisánál, azonban azt ígérte, nem adja fel a harcot. Azt mondják, hogy ez a verseny véget ért, de nem. New Hampshire az egyik első állomás az országban, nem az utolsó. Ez a megmérettetés még messze nem ért véget, még több tucatnyi állam van hátra, és hamarosan az én kedves államom Dél-Karolina következik, mondta Nikki Haley. Ő az utolsó Donald Trump esélyes kihívói közül, ugyanis a korábbi elnökjelölt aspiránsok sorra léptek vissza. Ron DeSantis, floridai kormányzó a hétvégén jelentette be, hogy felfüggeszti kampányát, és a korábbi amerikai elnököt támogatja. Vivek Ramaswamy pedig már az iowai forduló előtt kiszállt a versenyből, New Hampshire-ben személyesen is kiállt Donald Trump mellett, és együtt ünnepeltek a győztes jelölt hivatalos eredményváróján.
Ez történt tehát New Hampshire-ben. Azok, akik figyelemmel kísérik az amerikai elnökválasztást, azok gyakran hallják azt a kifejezést, hogy fontos állam. Vannak fontos államok. New Hampshire is egy fontos állam. Mit jelent ez? Miért különleges állam New Hampshire? New Hampshire valóban minden egyes ciklusban az előválasztások egyik kiemelten fontos állama. Nem utolsó sorban azért, mert ez az a második állam, ahol megmérettetik magukat az egyes pártok elnök jelöltjei. Ez kiemelten fontossá teszi önmagában, és egyébként minden államra, amely a SuperCAD, az úgynevezett SuperCAD előtt, ahol előtt, azelőtt voksolnak, oda mindig kiemelt figyelem összpontosul. Általában fontos tehát New Hampshire, de idén kiemelten fontos volt, nem utolsó sorban azért, mert Donald Trump egyik legismertebb riválisa, a floridai kormányzó Ron DeSantis visszalépett, és a támogatásáról biztosította Donald Trumpot, a volt elnököt. Így mindössze ketten maradtak a versenyben, Nikki Haley és Donald Trump. Ráadásul a harmadik szempont, ami miatt nagyon fontos volt New Hampshire, azért, mert kiemelten fontosnak kezelte Nikki Haley kampánya. Hetekig, hónapokig nem is foglalkozott tulajdonképpen mással a jelölt asszony, mint azzal, hogy megnyerje a New Hampshire-i választásokat. Ehhez képest az eredmények egyáltalán nem őt igazolták, ahol kötelező győzelmet kellett volna aratni a Nikki Haley-nek, ott azt látjuk, hogy egy körülbelül 12%-kal Donald Trump végzett az első helyen, ami azt jelenti, hogy kimondottan megerősítette a vezető pozícióját. Másodszor, mivel ez volt az egyetlen olyan állam, ahol igazán eséllyel számolhatott Nikki Haley, ilyen körülmények között én azt hiszem, hogy gyakorlatilag, ha jogilag nem is, most már kijelenthetjük azt, hogy Donald Trump fogja nyerni a republikánus párt előválasztásait, demokratikus módszerekkel nem fogják tudni megállítani. Kollégánk Nárai Balázs a New Hampshire-i Manchesterben forgatott és tudósított. Nézzük, ő hogyan lát az előválasztást belülről. Donald Trump köszönetet mondott a támogatóinak, és azt ígérte, hogy az elnökválasztási kampányt folytatja természetesen, és programjából kiemelte a migrációt. Nikki Haley elismerte vereségét, és azt mondta ugyanakkor, hogy ő folytatja a harcot. A következő állam, ahol megmérkőznek, majd Dél-Karolina állam lesz, ahol Nikki Haley korábbi kormányzóként indul majd versenybe. Ugyanakkor Donald Trumpot támogatja a helyi kormányzó, és két republikánus szenátor is. A verseny tehát kettőjük között február végén folytatódik, de a legközelebbi előválasztás Nevada államban lesz, ahol Donald Trump gyakorlatilag a republikánusok között egyedüli indulóként van, tehát azt már megnyerte. Eddig tehát két előválasztáson vagyunk túl, összegezzünk, illetve mi várható a következő hetekben? Igen, valóban az első előválasztást Iowában tartották hagyományosan, és itt egy rekord győzelmet aratott Donald Trump. Tehát olyan választásokon, előválasztásokon Iowában, ahol valódi tétje volt a megmérettetésnek, még soha senki nem szerzett sem olyan százalékarányú győzelmet, sem olyan abszolút számú szavazatot, mint Donald Trump. Több szavazatot szerzett, mint az összes vetétársa együttvéve. Láthatjuk, hogy DeSantis még itt versenyben volt, és egyébként fontos dolog az, hogy DeSantis le tudta győzni Nikki Haley-t. Ez mutatja azt, hogy Nikki Haley-nek igazándiból az ereje New Hampshire-ban összpontosult, legalábbis ezt mutatja. Iowából átmentünk New Hampshire-ba, amiről már most beszéltünk. New Hampshire után pedig Nevada fog következni, ahol egy egészen furcsa helyzet alakult ki. Elsősorban a helyi demokrata kormányzás különböző csűrés-csavarása miatt két megmérettetés is lesz, azonban csak az egyik republikánus megmérettetés fog küldötteket biztosítani az elnökjelölő kongresszusra. És Nikki Haley rossz versenybe szavazott be, így ő bizonyosan nem kap küldöttet. Donald Trump a jó versenybe nevezett be, és most már egyedül maradt, tehát bizonyos, hogy Nevada összes küldöttjét Donald Trump fogja megkapni. Ezután Nevada után következik Dél-Karolina, egy kiemelten fontos állam megint csak, és általában igaz ez, de most különösen, mivel ez Nikki Haley állama. Nikki Haley itt volt kormányzó, és sikeres kormányzó volt, de ennek ellenére láthatjuk,
hogy hihetetlen előnnyel vezet Donald Trump a legfrissebb közvéleménykutatási adatok szerint. Bármennyire is bízik Nikki Haley abban, hogy ez az eredmény megfordítható, én úgy gondolom, hogy ez teljességgel lehetetlen. És hogyha tovább megyünk egy lépéssel, és megnézzük, hogy milyen az összkép az Egyesült Államok egészét tekintve, akkor már világos lesz, hogy miért beszélhetünk már most New Hampshire után arról, hogy tulajdonképpen ez az előválasztási küzdelem, ez eldőlt Donald Trump javára. Ezt az több mint 50 pontos előnyt, ezt egész egyszerűen Nikki Haley nem fogja tudni megfordítani, még akkor sem, hogyha való igaz, hogy ő a washingtoni elit jelöltje a republikánus oldalon, de ez inkább hátrányára szolgál, mint előnyére. Most egy kicsit kanyarodjunk vissza a tegnapi New Hampshire-i eseményekhez. Az M1 riportere forgatotta az egyik szavazóhelyiségben, amit egy tornateremben rendeztek be. Donald Trump támogatói szerint nem is kérdés, hogy a volt elnök indulhat majd az elnökségért novemberben. I want my men back in office. Azért voksolt Donald Trumpra, mert azt akarja, hogy újra, ahogy fogalmazott, az ő embere legyen az elnök. Erről beszélt egy szavazó a New Hampshire államban található Hamptonban a republikánus előválasztáson. Szerintem ő egy csodálatos ember, erős elnök volt, bátor. Nem egy tipikus politikus, képes megoldani a problémákat, mondta a helyi voksoló. Az idei előválasztás kimagasló részvétel mellett zajlott. A választók kiemelt érdeklődését jelzi, hogy a republikánus elnökjelöltek versenyében mintegy 300 ezer regisztrált szavazó nyilvánított véleményt, ami az állam történetében rekordnak számít. A legtöbben az északkeleti államban is a volt amerikai elnök mellett tették le a voksukat. I love him. Szeretem őt, 2016-ban és 2020-ban is rászavaztam, tetszik, ahogy politizál. Szeretem, hogy biztonságot teremt, hogy megóvja a bankszámlámon lévő pénzemet, és szereti a hazánkat, ahogyan én is, mondta egy szavazó. Ez pedig már az állam negyedik legnépesebb városa Derry, ahol este 8 órakor zárultak a szavazóhelységek. Donald Trumpra szavaztam, egyszerűen azért, mert az ország korábban jobb hely volt, mint most, mondta egy helyi férfi. A New Hampshire-i Manchesterben is sokan adták le szavazataikat. Az M1 riportere még a voksolás közben tudósított a helyszínről. Két személy közül lehet már, most már csak választani itt New Hampshire államban Nikki Haley és Donald Trump között, és vélhetően közöttük dől majd el az, hogy ki lesz az Egyesült Államok republikánus elnökjelöltje a novemberi elnökválasztáson. A várakozások szerint ez a személy Donald Trump lehet, és hogyha itt New Hampshire államban győzni tud, az előrejelzések ezt mutatják, akkor már szinte biztosra vehető, hogy ő lesz az elnökjelölt republikánus részről. Az M1 stábjának nyilatkozó amerikai konzervatív rádiós műsorvezető úgy fogalmazott, a mostani szavazása a globalizmus elleni harc egyik legfontosabb állomása lesz. Ez lesz az az este, amire a globalisták, a nyitott határok támogatói, a Wall Street emberei örökké emlékezni fognak. Ez lesz az az este, amikor Donald Trump és a dolgozó emberek mozgalma végre megtöri a pénzügyi érdekeket képviselők befolyását, mondta John Fredericks, aki hozzátette, a hétköznapi amerikai emberek végre vissza akarják kapni a szabadságukat. A műsorvezető szerint Donald Trump lesz a republikánusok elnökjelöltje, akármennyi pénzt is költenek a demokraták arra, hogy mindezt megakadályozzák. Úgy tűnik, hogy Donald Trump menetelését demokratikus módszerekkel alig ha lehet megállítani. Erről szól egyébként az Alapjogokért Központ elemzése is. Mivel próbálkozhatnak ennek ellenére az ellenfelei, lehetnek-e köztük akár nem demokratikus eszközök? Sajnos az a helyzet, hogy arról kell beszélnünk a modernkori demokrácia bölcsőjében, hogy valóban látva azt, hogy Donald Trump jelölését nem lehet demokratikus eszközökkel meggátolni, a demokraták, illetve a megkövesedett bürokrácia nem demokratikus eszközökhez nyúlt. Ezek közül kiemelkedik az, hogy Colorado államban, illetve Maine államban, az előbbiben a demokrata többségű legfelsőbb bíróság, az utóbbiban egy demokrata választási hivatalnok nemes egyszerűséggel levette Donald Trump nevét a választó cédulákról. Egy olyan alkotmánykiegészítésre hivatkozva egyébként, amelyiket még a
19. századi amerikai polgárháború kapcsán hoztak. Tehát teljesen visszájára fordítják magának a módosításnak a szellemét is. Ebben a kérdésben majd a legfelsőbb bíróságnak kell végső döntést hoznia, minden valószínűség szerint februárban, a várakozások szerint vissza fogják állítani Donald Trump indulási jogát. És akkor beszéljünk egy kicsit a jelenlegi amerikai elnökről, Joe Bidenről. Sokak szerint nem alkalmas betölteni az elnöki tisztséget egészségügyi állapota miatt. Ez az igazság, hogy szemmel látható az, hogy Joe Biden fizikai és mentális állapota az hétről hétre romlik. Ezzel kapcsolatban mindenképpen meg kell jegyezni azt, hogy egy választási kampány az hihetetlen igénybevétellel jár. Itt szó van arról, hogy egész egyszerűen fizikailag bírni kell a tempót, és szó van arról is, hogy folyamatosan, mentálisan élesnek kell maradnia. Őszintén szólva nagyon komoly kétségek merülnek fel azzal kapcsolatban, hogy a Joe Biden jelenlegi egészségügyi állapotában egyáltalán végig tudna-e csinálni egy kampányt. De hogyha egy pillanatra el is tekintünk arról, hogy az egészsége meggyengült a jelenlegi elnöknek, akkor meg kell jegyezni azt is, hogy személye körül is vannak korrupciós botrányok, illetve fia és családtagjai között pedig olyan botrány cunami alakult ki az elmúlt hónapokban, években, amelyek szintén akár leküzdhetetlen akadályt is támaszthatnak az ő kampánya elé. Ugyan már beszéltünk róla, de akkor nézzük meg még egyszer, hogy hogyan alakul és mi várható a következő hetekben az amerikai előválasztások kapcsán. Tehát el kell mondanunk azt, hogy a tét... tartják. Akkor egy szövetségi államban, Nevadában, valamint az Egyesült Államok egy tengeren túli területén, a Virgin-szigeteken élők szavazhatnak. A nyár közepére kiírt országos elnökjelölő gyűlés kimenetelét ezek a szavazások azonban kevéssé befolyásolják. Sokkal nagyobb lesz a tétje az egy hónap múlva esedékes Dél-Karolina állambeli előválasztásnak. Sokak szerint már ekkor hivatalossá válhat, hogy a republikánus párt kit indít elnökjelöltként a novemberi választáson. Nikki Haley volt ENSZ nagykövet, korábbi dél-karolinai kormányzó abban reménykedik, hogy hazai terepen végre felülkerekedhet Trumpon. A felmérések ennek az ellenkezőjét mutatják. Az államban végzett közvéleménykutatások szerint Dél-Karolinából is Trump távozhat majd győztesként. Nagy az ellenállás a republikánus párt szavazói bázisán belül Nikki Haley jelölésével kapcsolatban. Még a New Hampshire-nél is nagyobb ellenállásba ütközhet majd a hazai pályának gondolt Dél-Karolinában. Ami elég ironikus, figyelmeztette a Dél-Karolinai Egyetem politológusa, aki szerint a keddi előválasztás volt Nikki Haley számára az utolsó lehetőség, hogy a korábbi elnökkel szemben esélyes jelöltként tüntethesse fel magát. Már most New Hampshire után is minden jel arra val, hogy Donald Trump lesz a republikánus párt következő elnökjelöltje, nyilatkozta az M1-nek a New Hampshire Egyetem közvéleménykutató központjának igazgatója. Azt hiszem, bátran kijelenthetjük, hogy ez a verseny már azelőtt eldőlt, hogy valójában elkezdődött volna. Úgy vélem, Donald Trump utolsó, még állva maradt párton belüli ellenfele, Nikki Haley is heteken belül bejelenti, hogy visszalép a jelölésért folytatott versenyből. Egyszerűen nem lesz más lehetősége. A következő államokban sem tud olyan jól szerepelni, hogy kiüsse Trumpot a nyerekből. Ezért várhatóan a pénzügyi támogatói is ki fognak állni mögüle, hangsúlyozta a politológus, aki szerint a 2024-es kampány még tovább mélyítheti az amerikai társadalom megosztottságát és a két nagy párt támogatóinak egymással szembeni bizalmatlanságát. Az illegális bevándorlás, az Egyesült Államok déli határánál kialakult helyzet megoldása, valamint az infláció, a megélhetési költségek emelkedése lesznek a kampány fő témái a következő időszakban a politikai paletta mindkét oldalán, a politikai elemzők szerint. Akik többségében úgy vélik, mindkét párt arra fog törekedni, hogy a következő elnökválasztást az amerikai demokrácia sorsát eldöntő szavazásként állítsa be.